Valamikor a 2000-es évek elején találtam be ezekre a robotokra, és hát először családi körben a saját gyerekeimnek vettem ilyet, de játszottam velük leginkább éjszakánként. És akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy milyen jól lehetne ezt használni az oktatásban. Azt gondolom, hogy a 21. század technikai civilizációjában szükséges az, hogy az általános műveltséghez hasonlóan egy bizonyos szintű technikai, informatikai műveltsége is legyen mindenkinek. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a műszaki telekommunikációs eszközöknek a hátterébe annyira belelát, hogy ne csak a gumnyomogatás maradjon, hanem azon túl ne tűnjön az egész a varázslat művének, hanem lássa a mögöttes mérnöki kreativitást. Kétszer voltunk eddig Magyarország képviseletében világbajnoki döntőn, az egyik legnagyobb nemzetközi robotika versenyen. Nagyon nagy kaland az erre való felkészülés. Azt soha nem éreztem hátráltató tényezőnek, hogy egy idő után a diákok tudásban elszaladnak mellettem, de talán a tapasztalatom az, ami az irányt megmutatja nekik, és igazán mint mentor állhatok mögöttük, segíthetem a fejlődésüket, és ez a kreatív hozzáállás, ez az innovatív, problémacentrikus megközelítése a dolgoknak, én azt gondolom, hogy ez a legjellemzőbb, amit ki lehetne emelni a 25 évnyi oktatási gyakorlatból.